Amikor Pató Marci kollégám megkérdezte tőlem a Petőfi TV 6 éves születésnapja alkalmából, hogy melyik azok az élmények, amik abszolút megmaradtak, és a legkedvesebbek így az elmúlt 6 évből, akkor először a Pet Kupa jutott eszembe, ahol még az első 5 évvel ezelőtt voltunk, és hát meg kell mondjam, hogy a nehézségek ellenére egy igazán meghatározó kaland lett az életemben. Hát a Pet Kupa azóta is zajlik, azóta is szedik a műanyagot a Tiszán, most már idén a 9. alkalommal lesz megrendezve, de hogy miért változott azóta ez a rendezvény, és hogy milyen pluszok csatlakoztak hozzá, erről fogunk beszélgetni Viljával és Vandával. Szervusztok! Jó estét kívánok! Jó estét, sziasztok! Hát akkor kezdjünk is bele. Amikor én voltam 6 évvel ezelőtt, akkor is már nagyon sokan voltak, már nagyon sok műanyagot gyűjtöttünk, de ez azóta csak fokozódik és fokozódik, vagy azért a rendezvény elérte a befogadási határt, és most már több tutajt nem lehetne elindítani. Hát az biztos, hogy mindig túljelentkezés van. Most már 20 hajónál így megpróbáltuk meghúzni a határt, most éppen 20-an jelentkeztek, és rengetegen jönnek külföldről is, ami nekem egy különösen jó érzés, hogy az embereket igenis érdekli, hogy mi van a Tiszában. És hogy egy verseny már nem elég. Nyaranta most 3 versenyünk van, idén is 3 versenyünk lesz, és az év folyamán folyamatosan mennek a programok, és dolgozunk, és egyelőre nem fogy a műanyag, de már haladunk. Igen, megpróbáljuk elzárni, vannak lépések a kormányzattal is, hogy megpróbáljuk megállítani az utánpótlást. És most már nem is csak egy rendezvény van egy évben, hanem most már vannak kis petkupák, meg van a nagy petkupa is. Mi a kettő közt a különbség? A nagy petkupa egy hosszabb, 7 napos rendezvény, közt egy pihenő nappal, mert a végén különben így félhalottan dőlnénk be az ágyba. Általában egy hét alatt 10 tonna szemetet szoktunk szedni, de van, hogy ez már 3-4 nap alatt összegyűlik. Igen, a kisebb versenyek, a tiszatabi és a bodrogi családiasabbnak hívjuk őket, és ez nem azt jelenti, hogy kevesebb szemetet szedünk. Sőt, van olyan, hogy a csapatok túlteljesítik magukat, túlteljesítenek mindent, amit elbírtunk képzelni. Ezek rövidebb versenyek. Ebben különböznek leginkább. És talán abban is különbözik, hogy most már nem csak leadjátok szelektíven gyűjtve a szemetet, hanem most már fel is dolgozza a Pet Kupa. Erről nagyon szuper kisfilmek is születtek. Most mindjárt megnézzünk egyből egy részletet, és utána folytatjuk a beszélgetést. Ebben a videóban megmutatom nektek a műt, vagyis a műanyag műhelyet, és abban is, hogy hogyan kell szelektálni a műanyag. Egy ilyen petkalózként ilyen, hát nem valami tiszta műanyagot szoktál kiszedni a tiszaból, és azt szoktuk újra szelektálni. Ide most nem azt csináljuk, hanem az otthoni szemetet fogjuk. Nézzétek, van az a kicsi jel mindegyik műanyagnak az a jel, ami mutathat egy csomó dolgot. Van ez a háromszög, amiben van egy szám. Ez most egy polipropilén, amit szerintem most van még ebből még több. A polipropilén az PP, és hogyha nincsen itt ez a kettő betű, akkor a háromszög be lesz egy ötös. Arról tudod, hogy ez polipropilén. Szóval ezt az összeset is bedobjuk oda. Ez lesz a polipropilénes doboz. Most nézzük meg a kupakokat. Ez a kupak, ez polietilén. Az utolsó kettő betűről lehet le. A P-je az a polietilén, amit külön válogatunk, ugyanúgy, mint a polipropilén. Ha jól tudom, akkor abszolút családilag készülnek ezek a kisfilmek is, mert hogy én bár azt gondoltam, hogy az öcsétek a főszereplő, itt kijavítottatok közben, hogy nem az öcsétek, hanem a hátrébb fekvő kutya. Igen, Kamilla. Ő is rengeteg versenyen volt már, és ő is egy petkalóz. Miért érezték szükségesnek, hogy elkészítsétek ezeket a kisfilmeket? Ezek a kisfilmek a 5-in-1 projekt keretében készültek. Ez idén ősszel indult, és a Tisza vízgyűjtő területén lévő országoknak az iskoláit, a természetvédő, ő itt fogja össze, és ez az, amiért elkészültek, hogy megmutassuk, hogy hogyan lehet újrahasznosítani a műanyagot, hogy megéri újrahasznosítani a műanyagot, és hogy hogyan is történik ez tulajdonképpen. Igen, egyébként ez egy meglepően hosszú és nehéz folyamat. Mi most a folyami hulladéknak 66%-át tudjuk újrahasznosítani, és tényleg hosszú és nehéz
órák, hetek vannak benne, míg valami létrejön. Hát igen, mert az öcséteket nézve azért minden műanyagon megnézni, hogy van-e valami jelzés, utána szétválogatni, azért ezek tényleg elég hosszú napokat vehetnek igénybe. És nem ő az egyetlen, aki csinálja. A Petkupa önkéntessége, a résztvevők is ezt csinálják egész évben. Egy palack, amikor felszedjük, amikor zsákba rakjuk, amikor leválogatjuk, amikor levesszük a kupakját, mind-mind emberek kellenek hozzá, és ezek az emberek, akik életben tartják a Petkupát. De hál' Istennek életben is tartják, mert hogy egyre többen vannak. Azért ezt mondjátok el, hogy mi készülnek a felhalmozott műanyagból, ha 63%-át már feldolgozzátok. Uh-huh. Van egy extruderünk és egy injektorunk. Uh-huh. Az egyik ilyen kígyószerű műanyagot nyom ki, és azt tudjuk formázni. És vannak formáink, karabiner, vonalzó, tollak. Most éppen ezeket próbáljuk, és van egy készülő projektünk, a kajak 100%-ban újra hasznosított kupakokból. Egyelőre még nem meglepő módon arra jöttünk rá, hogy a Tiszából kiszedett műanyag koszos, mocskos és saras, és nem biztos, hogy egy biztonságos hajót tudunk nyomni belőle, de próbálkozunk. Viszont fontos hangsúlyozni, hogy ezek igazából gyönyörű dolgok. Én nem számítottam rá, amikor láttam őket, de most az én növényeim is ezekben a virágcserepekben vannak, megkészül virágcserép, vonalzó, karabiner, tollak, és gyönyörűek, ahogy a színek keverednek. De azért nagyon szuper lenne, ha ez a hajó összejönne belőle, mert az tényleg az egy fantasztikus érzés lenne, nem? Hogy egy olyan hajón utazni a Tiszán, amit az ott talált PET palackokból csináltatok, és avval gyűjteni még PET palackokat. Egy egész flottányi plasztik kaják az egész Petkupa álma. Nekem is ez az álmom, meg kell mondjam. Ugye ilyenkor sokakban felvetődik, hogy nagyon szeretnének jelentkezni a 2021-es Petkupára. Van erre még mód, bár ilyenkor mindig azt szoktátok mondani, hogy nincs? Nem, azért mindenkinek örülünk ebben a komoly harcban. Hát most már lezárultak a jelentkezések, de évközben folyamatosan vannak programok, és az önkéntesek mindig jól jönnek. Igen, mindig minden segítőkéznek nagyon örülünk. A versenyeken túljelentkezés van, ezen nem tudunk segíteni. Tényleg limitált az, hogy hány embert tudunk befogadni, de csodálatos, hogy ilyen sok érdeklődő van. Igen, rengeteg önkéntesünk, vízimentőnk, és most már próbálkozunk egy gimnazista csapatot is elindítani, hogy az önkénteseket segítsék. És ti még petkalózként vesztek részt ebben a versenyben? Mi örökös petkalózok vagyunk. Igen, most idén-nyáron a Petkupa UP csapatával fogjuk segíteni az önkénteseket. Mi vagyunk a gimnazisták, akik már voltak Petkupán, nem vagyunk teljesen zöldfülűek, és mi a versenyeken petbankárok vagyunk, mi számoljuk a pontokat, és vezetjük az állást. Igen, rangsoroljuk a csapatokat, és mi döntjük el, hogy kinek adjuk a Petkupát. Hát akkor veletek kell jóba lenni alapvetően. Igen, meg szokták próbálni fagyival megvásárolni, de nem lehet. Azt számít, hogy kiszedi a legtöbb szemetet, kiépíti a leggyorsabb hajót, kievez a legügyesebben. Szuper, hogy ezek nem változtak. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és egy nagyon klassz nyarat kívánok nektek, és az összes többi petkalóznak. Köszönjük, és köszönjük, hogy itt lehettünk.